megfelelő erőnlét már fiatalkorban is kiemelten fontos a labdarúgásban, akadémistáink pedig ettől a szezontól kezdve az ideális edzettségi szintet egy új erőnléti edző és élettani csoportvezető, Zombori Regő segítségével érhetik el, aki számára ismerős terep a labdarúgás. Az előző évemet a Zalaegerszegi tornaegyletnél, az EP-nél töltöttem, a felnőtt csapatnál, illetve előtte sok évig dolgoztam utánpótlás labdarúgóknál, egy másik akadémián, ahol hasonló munkakörben dolgozhattam. Egy nagyon jó közegbe tudtam megérkezni be az MTK-hoz. Nagyon izgalmas volt a klubnak a helyzete, másrészt meg nyilván a képzésnek a rendszere, amiben én belekerültem. Gyakorlatilag az élettani csoportvezetés az egy ugye összetett feladat, egyrészt a teljesítménymonitoring, másrészt az erőléti edzések, harmadrészt pedig a játékosoknak a tesztelése, illetve a monitoringja, ami egy megint csak egy nagyon komplex feladat, valamint ugye a rehabilitáció, illetve a rehabilitációs kondíciónak a meccési pontja, ami megint csak ugye erőléti edzések, illetve rehabilitációs edzések, valamint tesztelések kapcsolódnak ugyanehhez a feladatkörhöz. A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia a kiemelt akadémiák közé tartozik, ami nem csak magasabb elvárásokkal, de jóval szélesebb tesztelési lehetőségekkel is jár, hogy feltérképezzék a játékosok állapotát. Azt gondolom, hogy ez az én szempontomból egy nagyon édes teher, ugyanis a sporttudományi rész egy hatalmas fejlődésen megy most keresztül, és ennek köszönhetően nagyon korszerű és nagyon profi eszközökkel tudunk dolgozni a játékosokon, illetve nagyon pontos és nagyon összetett képet tudunk róluk alkotni. Amit itt láttatok, gyakorlatilag az is a képalkotásnak, vagy azt mondom, hogy a játékosok monitorozásának a része, a tesztrendszernek az egyik eleme volt, vagy elemei voltak azok, amiket itt láttatok, ugye ezek a motoros tesztek, itt volt egy ingateszt, illetve volt sprint teszt, egy irányváltoztatási képességet felmérő teszt gyakorlatilag, és egy helyből távolugrás volt még. A játékosok, ugye én azt gondolom, hogy főleg utánpótlás korosztályokban azért nagyon kötődnek az edzőjükhöz. Én még friss vagyok, hát most már nagyjából minden korosztállyal tudtam dolgozni. Egyrészt a tesztek során mindenkivel találkoztunk. Ez nyilván egy első impulzus, egy nagyon, azt mondom, hogy merev keretek közötti találkozás. Utána nyilván az edzéstartások közben egy másfajta nexus alakul ki a játékosokkal, de én igyekszem minél jobb kapcsolatot ápolni velük. Nyilván, hogyha megérkeznek, akkor igyekszem minél többet beszélgetni velük, nyilván a sérült játékosokkal ugyanúgy, mint a hozzám egészségesen érkező játékosokkal is, tehát megpróbálok minél közelebbi, illetve közvetlenebb viszont kialakítani velük, és ez nagyon jól jön majd a későbbi.